Hétfőn kezdte meg a felkészülést a tavaszi idényre a Nyíregyháza Spartacus, a labdarúgók 3 hét szünetet kaptak az őszi szezon vége után, és 3 hetes lesz a felkészülés is. Azért az időt azt mindenki maximálisan kihasználta. Én igazából az első héten pihentem, utána végig dolgoztam, kaptunk ugye edzéstervet, azt végig kellett csinálni. Tulajdonképpen ma volt egy súlymérés, abból azért kiderült, hogy a csapat elvégezte a feladatokat, további felmérések lesznek, ahol kiderül az, hogy azért szerintem mindenki profin készült a szünetben is, úgyhogy jól telt a szünet. Két új labdarúgó már az első tréningen ott volt. Patvaros Zsolt Kecskemétről érkezett és védekező középpályásként bevethető. Fagyas Tamás visszatért, a kapussal mindenben megállapodott a klub vezetése, így a felek aláírták a szerződést. A hálóőr 2018 nyarán érkezett Nyíregyházára, ahol 1 évet töltött, majd egy fél éves újpesti kitérő után öltheti ismét magára a Spari mezét. Nem ő az egyetlen új kapus, Ásványi Balázs 18 éves, 187 cm magas Győrben született, majd a Puskás Akadémián nevelkedett. Az U17-es, 18-as és az U19-es nemzeti csapatban 40 alkalommal lépett eddig pályára. Az U17-es Európa-bajnokságon is ő állt a magyar kapuban, ahol 6. lett a válogatottal. Az elmúlt hónapokban a szlovák 2. ligában szerepelt a Komárnó csapatában kölcsönben. Az egyik alapemberével pedig szerződést hosszabbított a Spari. Kártik Bálint kontraktusa nyáron járt volna le, de a felek mindenben megállapodtak, így június végétől további 2+1 évig a Nyíregyháza Spartacusban futballozik a 22 éves labdarúgó. Györgyi Artúr is ott volt az első tréningen, ő korábban Csíkszeredán már dolgozott együtt Lengyel Roland vezetőedzővel, a Bozsik Akadémiáról a szakmai stábba is kerültek szakemberek, és több fiatal is a felnőttekkel kezdte a munkát. Próbáljuk építeni ezt a vonalat, lássák a gyerekek is, lássák az itt dolgozók is, hogy van előrelépés, van lehetőség a felnőtt csapathoz eljutni. Most is 6 fiatal van fönt az U19-es csapatból, ők velünk kezdik a fölkészülést, igazából rajtuk múlik, hogy mennyien maradnak itt, mennyien ragadnak itt a felnőtt csapatban. A csapat szombaton már felkészülési mérkőzést játszik, eldőlt, hogy 11 órától a Városi Stadion műfüves pályáján fogadja a Spari az élvonalbeli Debrecen. A jövő héten a Kassa ellen lép pályára a csapat, majd Törökországba utazik edzőtáborba.